Tetszett, amikor úgy a jeepekkel mentünk föl, és föntről nagyon jó volt a kilátás. A hargitai kirándulás az egyik kedvence volt a kőkutis diákoknak, élményeikről tartottak beszámolót az intézmény könyvtárában, arról a többnapos kirándulásról, melyet a csoport egy része Erdélyben, más része a Felvidéken töltött. A Határtalanul program évek óta jelen van az iskolánkban, az iskolánk életében. Kok Róbert igazgatóhelyettes úr kezdeményezte ezt, és az első években ő ment a gyerekekkel Erdélybe. Az idei tanévben én vezettem egy csoportot Erdélybe, illetve a Fazekas utcai tagintézményből mentek gyerekek Felvidékre, és az mi ásaink. Valójában a hetedik évfolyamosoknak szól ez a tanulmányi kirándulás. Nagy szerencsére a gyerekek nagy része tudott menni idén is. Tehát közel 100 gyerek ment a határon túlra. Ez a Nemzeti Összetartozás operatív programja, és valójában tapasztalati élményeket szereznek a gyerekek, hogy a határon túl is magyarok élnek. Megismerkednek az ottani emberekkel, gyerekekkel, kultúrával, a magyar kultúrával. Milyen visszajelzések jöttek a gyerekektől? Hát nagyon-nagyon tetszett a gyerekeknek a kirándulás, különösen az jó, hogy 6-7 napig együtt vannak. Szinte egy nagy osztály közösségben, csoportban. A Határtalanul program segítségével 2010 óta közel 100 000 magyarországi diák vehetett részt határon túli régiókat célzó utakon állami támogatás mellett. A gyermekek többsége életre szóló élményekkel tért haza. Erdélyről még annyit, hogy nagyon fűszeres nyelven beszélnek, és annyit még elárulok, hogy a táj valami lenyűgöző. És igazából lenyűgöző, mert az ember oda megy, és szóban nem nagyon nehéz kiejteni, hogy egyszerűen, hogy mennyire gyönyörűket látod, hogy a táj, a falu, a nép, hogy minden. Egy szóval nem lehet leírni. Szeretnél még visszamenni valamit? Igen, szeretnék. Nagyon-nagyon szép volt a táj, és még egyszer mindent megnéznék, ugyanúgy újra.